perccel, 3:49 előtt nagyon kellemes reggelt kívánunk, ez a Juventus reggel. Jó utat, amennyiben munkába tart, jó munkát, ha már ott tanyázik. És jó munkát, jó reggelt kívánunk Vitézi Dávidnak! Jó reggelt kívánok! Szervusz, Budapesti Közlekedési Központ ZRT vezérigazgatójának. Szervusz! Egész reggel beszélgetünk a hallgatókkal arról, hogy hogyan lehetne feldobni a közösségi közlekedést, milyen jópofa ötletek merülhetnének fel, amivel tartalmasabb, izgalmasabb, mosogosabb lehet az utunk. Kitaláltunk például olyasmit, hogy esetleg a lyukasztó automaták a lyukasztás pillanatában egy olyan 3-4 dunakavicsot, vagy valamilyen más drazsét így kipotyogtatnának például. Aztán volt olyan, nem rossz szerintem, volt olyan, hogy a sofőr, mondjuk a buszon, a sofőr mögötti első ülés az egy ilyen masszázsfotel lenne. Akár külön díjazás ellenében van, aki azt mondta, hogy... a priority seat, ami ilyen elsőbségi utazás, tehát oda lehetne venni valami plusz helyjegyet, és akkor menne a gerincmasszázs. És akkor bevételre is gyúrhatnánk, na? Ilyenek egyébként néhány helyen vannak a világban. Az egyik ilyen, egyik nagy bútoráruházlás csinált egy olyan reklámot most valamelyik nagyvárosban külföldön, hogy a különböző éppen az aktuális katalógusban lévő berendezési tárgyakkal, kanapékkal berendezték be a villamosokat, metrókat. Nyilván egy reklámakció volt, de az utasok imádták, hogy egy kényelmes bőrfotelbe ülhettek a szokásos ülés helyett, tehát az ilyenek be tudnak válni, bár nyilván azért ezeket mondjuk tisztán tartani hosszú távon az nem egyszerű. De jó pofa. Aztán volt egy olyan, hogy mindenféle, vannak az elektronikus kijelzők ugye a különböző járműveken, ahol fut, hogy hanyas buszon ülök, milyen megálló jön, és egyéb információk, hogy ott akár ilyen népi bölcsességek, vagy egyéb lélekemelő bölcsességek szaladhatnának néha, mint például... Vagy egy-egy glossza, vagy mondjuk egy sorozat, hogy aki mindig minden nap ugyanabban az időben utazik, az a következő fejezetet megkapja. Örkényes percesek. Vagy ilyen tömörvelős dolgok, hogy ha barátokat szeretnél, légy te is barát. Nagyon? Amikor a színész hangok megjelentek a nagykörúton egyébként, akkor nagyon sokan meg voltak győződve róla, hogy maga Pumukli mondja a következő megállót. Meg úgyhogy, mert hát ez így is van. Azért tulajdonképpen így is van, lássuk be. Igen, ez így is volt. Úgyhogy ezek abszolút beválnak. Egyébként most a kettes metrón ugye forgalombált az új asztomszerelvény. Azért is hoztuk vissza Szaló Cipán hangját, aki ugye évtizedeken keresztül mondta a kettes metrón az állomásokat, és már sok évvel ezelőtt az ő hangját lecserélték, mert rengetegen kérték, hogy azt nem is tudták megnevezni, csak hogy azt a régi férfi hangot, aki mindig mondta olyan nagyon szigorúan, hogy tessék vigyázni az ajtók zárónak, őt szeretnék ismét hallani, és így kerestük meg a már egyébként nyugdíjba ment Szaló Cipát, hogy mondja fel ismét, és a vadonatúj metró szerelvényen térjen vissza a régi hanga. Tudod, mit gondoltam, hogy esetleg kéne csinálni egy ilyen, mint ahogy van múzeumok éjszakája, egy ilyen metrók éjszakáját, és akkor ugye az európai mobilitási a hét keretében meg lehetne csinálni ezt, hogy egy-egy állomáson különböző európai nagyvárosoknak ugyanezt a szövegét mondják el, csak a saját nyelvükön. Tehát mit tudom, én a Deák téren nem azt mondaná a hang, hogy kérjük, hogy ezenek az ajtó zárodnak, az akármi is oda következik, nem, hanem hogy ukomcsete víztupa, násztup, de vezsisz ez a víreib, sísnyi, stanice, mit tudom én a Staromnyecka. Ezt mondja Prágában a metró. Ha már, amikor a Staromnyecka állomás előtt van. Na, minden állomáson más mondaná, ugyanazt jelenti. Összegyűjtjük egy aktával, jó, és majd átküldjük. De hadd válaszoljon, hogy jó ötlet, Dávid? Vagy valljuk be, hogy nagyon jó. Szerintem jó, egyébként most kerestük sokáig az új angol hangját a tömegközlekedésnek, mert sokan szerették volna, hogy sokan jelezték, hogy hát külföldieknek elég nehéz tájékozódni. Én leszek. Hogyha magyarul mondjuk be, és megkerestük a londoni metró hangját, hogy mondja föl a magyar, ebbe tapasztalt, járatos, stb. De a Batthyány tér nevénél ott sajnos az kifogott rajta, úgyhogy végül is egy olyan hölgyet kerestünk meg, aki Magyarországon élt több mint 10 éve, és ő lett az új hang. De az egyébként egy nagyon vicces felvétel, nem terjesztjük, de nagyon vicces felvétel lett, amikor a londoni metró hangja megpróbálja elmondani azt a szót, hogy Batthyány tér. Hát ez nagyon édes sztori. Ezt tetszik. Na, hogy hívják őt különben, azt szabad tudni? Tessék, bocsánat. Hogy hívják őt, azt szabad tudni? Aztán, hogy Emma Clarknak hívják, de most fejből mondom, lehet, hogy tévedek, de ugyanis, hogy Emma Clarknak hívják, aki a londoni metróban mondja. Egyébként fönn is vannak különböző szövegmintái a saját honlapján, és most egy Rachel nevű hölgy lesz végül az angol hangja a tömegközlekedésnek, most kezd el a hangja majd terjedni a rendszerben. Ő pedig egy angol szakos tanár az ELTE-ről, aki Magyarországon él sok évet, ki tudja mondani az összes magyar legbonyolultabb állomás nevet is, de ugyanakkor anyanyelvi angolt beszél.
Azért egyébként nem mindegy, mert valószínűleg sokan a magyar akcentusból nem értik adott esetben a külföldiek. Na, még egyszer mondom, tehát összegyűjtjük az ötleteinket, átküldjük majd egy szép vastag aktába, és abból majd lehet csemegézni, de hogyha van mondjuk más ötletetek, azt is szívesen veszük, igen, és kíváncsian várjuk. Igen, csak előrukkoltok valami izgivel. Jó, hát nem a drazséval, mert az az én ötletem, de hát valami ilyen látványos technikai újítás csak lesz. Hát drazsé az nem lesz, de bár ezen is elgondolkodunk, vagy esetleg mozgóbuszét nyitunk a metróba, de komolyra fordítva egy olyan fejlesztést kezdtünk most el, ami arról szól, hogy az összes nagyobb csomópontban, az összes belvárosi, vagy külső nagyobb csomópontban olyan kijelzőket helyezünk el, ami mutatja, hogy mikor fognak érkezni a következő járatok. Ez minden szempontból kényelmes annak is, aki csak még gondolkodik, hogy beszaladhat-e venni egy másványvizet a boltba, vagy annak, akinek el kell döntenie, hogy mondjuk a Szélkámán térről indul háromféle buszjárat is, ami jó neki, hogy melyiknek a megállójába menjen. És ezeket az adatokat egyébként azokból a megállókból is el lehet érni, ahol nem lesz ilyen kijelző, hiszen mind 1000 megállóban nem tudunk állítani ilyen berendezést, hiszen mobiltelefonon, interneten is közé tesszük ezeket az adatokat. Tehát bármikor, amikor az ember kimegy a megállóba, pontosan fogja majd tudni, hogy mikor érkezik oda az adott járat. Ezt úgy érjük el, hogy az összes villamos, busz, trollibusz felszereljük a futárprogram jegyében olyan műholdas nyomkövetőkkel, hogy tudjuk, hogy a járműveink hol vannak, mivel ez még eddig sajnos nem történt meg. És ez mikor lesz, Dávid? Jövő év tavaszára fogunk ezzel elkészülni. Kijelzőket most kezdik el éppen gyártani. A szoftvert most programozzák, egy német szoftvercég készíti ezt, aki Berlinbe vagy Bécsbe is egyébként ugyanezt a rendszert elkészítette. Tehát bízom benne, hogy fog működni. És 2013 tavaszára készülünk el. Lesz még egyébként egy érdekes újítás. 30 kiemelt csomópontban a jelzőlámpákat a tömegközlekedési járművek fogják tudni vezérelni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha például a lámpa előtt a megáll a busz, és még valaki lassabban száll föl, mint egyébként, ahogy amennyi idő alatt ez szokott menni, és nem csukodott be az ajtó, akkor addig zölden marad a lámpa, ameddig a busz be nem csukta az ajtót, és el nem indul. Nyilván nem örökké, tehát nyilván néhány másodperc hosszabbítást jelent, de így a tömegközlekedés járatait tudjuk segíteni. Ez már Matrixosan modern, Dávid. Jó, ez tetszik. Ez tetszik. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk, szép napot kívánunk, és sikert, hogy ez összejöjjön. Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ ZRT vezérigazgatója. Hello, szép napot! Reklám.